5, 6, 7, 8. 1, 2. A latin-amerikai és a standard táncokban is otthonosan mozog a jól összeszokott páros. Horváth Gergő és Szabó Flóra 5 éve kezdtek táncolni, a kezdetektől egy párt alkotnak. Kategóriájukban országos harmadik helyezéssel is büszkélkedhetnek. Kedvenc táncuk a szamba. Az Eraklin kupát mindketten nagyon várják már, hiszen egész évben erre a versenyre készülnek leginkább. Én már 5 éve táncolok, és nagyon várom, mert megmutathatjuk azt, hogy mire készülünk egész évben. A Kanizsa kupán felnőtt példaképeikkel is találkozhatnak a fiatal táncosok. Én azért várom minden évben a Kanizsa kupát, mert sokat tudok tanulni a nagyoktól, és a példaképen az Hegyes Bertalan. A Hegyes Bertalan kis Violetta páros tavaly ugyanúgy, mint előtte már 5 alkalommal, nem csak a hivatásos versenybíráknál, hanem a közönségnél is első helyen szerepelt. Így nem csoda, hogy idén is meghívták őket a nemzetközi tíztánc versenyre. Mivel elindult a Kanizsa kupa 1969-ben útjára, és ez 7 évet élt meg, és hát büszkén mondhatom, hogy az Eraklin Táncklub is most eljutott ugyaneddig a számít, tehát most már 7. Kanizsa kupát rendezzük meg. Ez egy nagyon fontos esemény a számunkra. A másik dolog az, hogy magát a műfajt szeretnénk propagálni, megismertetni, mert még mindig úgy érezzük, hogy azért nagyon sokan még mindig nem tudják, mit jelent az, hogy versenytánc. A látványos show elemekkel kiegészített táncos hétvégére a Zsigmondi tornacsarnokba várják az érdeklődőket november 19-én és 20-án. A nemzetközi mezőnyt idén egy szentpétervári páros is színesíti. Az élőzenés kíséretet a Lobo Latino zenekar biztosítja.